Több mint ötszörösére nőtt az újonnan épített könnyű szerkezetes otthonok száma Magyarországon az utóbbi években. Ennek oka lehet az is, hogy a készházak energiagazdaságosak, környezetkímélők, és ahogy a nevében is mutatja, gyorsan elkészülnek. A könnyű szerkezetes építkezés előnye, hogy az elemek előre legyártottak, így gyorsan összerakhatók, precízen illeszthetők és jól szigetelhető a ház. Azok, akik megbíznak a technológiában, valamint gyorsan és akár olcsóban akarnak építkezni, sok esetben belevágnak az elemes építkezésbe. A csok és az építőipari áfa csökkentése is növeli az ilyen típusú építkezések számát. Pár évvel ezelőtt a kedvezmények miatt hirtelen megnőtt a kereslet, amire nem volt az építőipar felkészülve, így itt is megjelent az alapanyag és a munkaerőhiány. Amíg Magyarországon még sokan nem ismerik vagy nem mernek kézházakat építetni, addig nyugaton már egy teljesen elfogadott alternatív technológiának számítanak a könnyű szerkezetes otthonok. Németországban például az építkezések 30-40%-a már könnyű szerkezetes. Ezt a technológiát hazánkban az 1960-as években kezdték használni, akkoriban évente 2000-2500 ilyen lakás épült. Az elmúlt években azonban már több mint ötszörösére nőtt az újonnan épített kézházak száma. Gyorsan elkészülnek, energiagazdaságosak és környezetkímélők. Ezek a legfontosabb előnyeik a könnyű szerkezetes házaknak. A témával kapcsolatban pedig vendég a stúdióban Balogh Béla, az Anikó Kézházak ügyvezető tulajdonosa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! November 6-a van, 2019. december 31-ig lehet kedvezményes áfával építetni, hogyha jól tudom. Hogyha én most megbíznám önöket, hogy építsenek egy házat, akkor fel tudnák még húzni a következő két hónapban? Nem, már nem tudjuk felhúzni, rendelést fel tudunk még rávenni, de már felhúzni nem tudjuk, a tervezést tudjuk megindítani, kapacitásunk már az éven elkezdeni, új házat már nincsen. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy akik most szeretnének építkezni 5%-os áfával, akkor ők már ezt nem tehetik meg. Ez így nem igaz, tudunk rá megoldást, van egy olyan napos állásfoglalás, hogy amennyiben 2019. december 31-ig velünk vagy bármelyik céggel kötnek egy építési szerződést, vagy adásvételi szerződést, abban az esetben jogosultak az 5%-os áfára, hogyha még az éven pénzügyek teljesítik a számlát, amennyiben ugye kiegyenlítik, ez akkor 5%-os áfával 2023 befejezéssel is megvalósítható, amennyiben ezt nem tudják teljesíteni, akkor már csak jelen állás szerint 27%-os áfával tudjuk ezt vállalni. Tehát akkor ez mindenképpen kellene az, hogy egy összegben kifizessék az építési költséget, van, december 31-ig van. 5 millió forintos áfa visszatérítés is, hogyha jól tudom, arra ilyen is van lehetőség, így van. Aki... Először is itt miről szól a fáma? Itt arról szól a fáma, hogy van lehetősége a mi esetünkben ugye a megrendelőnek, de akár a vásárolónak is van lehetősége arra, hogy válasszon, hogy 27%-os áfával szeretné építeni, abban az esetben, vagy 5%-os áfával. Ha 27%-os áfát veszi igényben, akkor ő neki 5 millió forintig van lehetősége visszaigényelni áfát az államtól, és akkor az építkezés 70%-áról kell neki számlában bemutatnia hozzá. Vagy választja a másik variációt, hogy 5%-os áfával generál kivitelező szerződést köt az építető céggel, és akkor az végig 5%-os áfát fog fizetni, abban az esetben már nem jogosult a 5 millió forint áfa visszatérítésre. És akkor ez gyakorlatilag ez a december 31-i határidő, az 5 millió forintos áfa visszatérítése is igaz, illetve az 5%-os áfára is, hogy megszűnnek ezek a lehetőségek. Megszűnnek ezek a lehetőségek. Ugye az 5%-os áfát azt, mint elmondtam, ugye abban az a lehetőség. Az 5 millió forintos visszaigénylés pedig ugye meg kell igényelni 2019. december 31-ig. Hogyha beadja rá az igényt a bankba, a bankjába, akkor van lehetősége ezt neki még igénybe venni. És ezek alapján egyébként mit tapasztalnak? Vannak jelentkezők? Tehát már vannak olyanok, akik ki tudták fizetni tényleg ezt a pénzösszeget, és akkor várják, hogy jövőre vagy azután elkészüljön a házat? Igen, vannak megrendelőink, vannak már megrendelt munkák, vannak már lekötött munkáink. Nagyon szépen jönnek, nagyon szép számmal. Sokan erről a lehetőségről nem tudtak. Mi is a közelmúltban kaptuk meg a napos állásfoglalást, voltak erről ugye mendemondák, nem tudtuk, hogy valóban véget fog ez érni, ez az 5%-os áfa, mert azért elég sok kivitelezés van most még olyan stádiumban, hogy ez nem lesz átadva, és ugye az 5%-os áfára akkor jogosult
vagyis hát a csokra, inkább a csokot mondanám én ebben, hogy akkor tudja a csokot majd lehívni, amikor a használvételengedélyt megkapja. És azért még nagyon sok építkezés nem áll úgy. Nem tudtuk, hogy ez valóban be fog vezetni, és hogy lesz ebben egy türelmi idő. Most jelen állás szerint 19. december 31-jel véget fog érni az ötvágás áfa. Uh-huh. Ön szerint minek köszönhető, és hát ugye itt akkor utalnék a felvezetőre, minek köszönhető az, hogy a kézházak építésének száma megnőtt? Hát én azt gondolom, ugye, hogy ezért már Magyarországon 25-30 év építenek kézházat. János, a mi esetünkben mi 15 éve vagyunk a piacon. Több száz házzal Magyarországon, de már külföldön is építettünk. Én azt gondolom, hogy most már elfogadóbbak az emberek vele. A Dunántúlon eddig is elfogadóbbak voltak. Itt még azt gondolom, Kelet-Magyarországon most kezdünk vele beindulni. Itt is van már jó pár házunk felépítve az elmúlt években, de még itt azért jobban a téglaházban hisznek. Most azt gondolom, most már belátják ugye a gyorsaságát, belátják ugye ennek a környezettudatosságát, belátják a hőszigeteltségét. Ugye a hőtechnikai értékeink nagyon jók. Adott esetben mi ugye ugyanarra a telekre egy 10%-kal nagyobb hasznos lakóteret tudunk megépíteni, mert végignyebb falakkal építünk, mint egy téglaház. Ha jól tudom, akkor külföldön vannak olyan államok, ahol szinte csak ilyen technológiával épülnek házak. Ez konkrétan Amerika, Amerikában a házak 90%-a könnyűszerkezetes ház, de most már itt azért a közelben, Ausztriában, Németországban, ha közelnek mondhatom Svájcot, 40-50% az építkezéseknek könnyűszerkezetes építkezés. Hát akkor beszéljünk a felvezetőben, bár elhangzott néhány információ, hogy mik az előnyei, meg ön is említette, de azért nézzük egy picit részleteibe menően, hogy itt milyen falakról van szó, tehát hogyan építik meg ezeket a falakat úgy, hogy akkor 25-30 év garanciát lehet vállalni rá, tehát itt még csak egyelőre garanciáról van szó. Igen, igen. Tehát akkor tovább is bírja. Igen, de már volt szerencsénk 15 éves garanciás bejáráson is részt venni, ahol a szerkezettel semmilyen problémát nem tapasztaltunk. Ugyanúgy működik, ugyanúgy viselkedik, mint egy téglaház, ugyanúgy a tisztasági festésen kívül más munkát nem kellett elvégeznünk. Az előnyeit, hát nagyon sok előnye van a téglaházzal kapcsolatban szemben. Kezdeném itt mondjuk a kivitelezési határidővel. Ugye mi műhely szinten legyártjuk a falakat, gyártmányterv szerint, már előre beleépítjük a villanyszerelési gégecsöveket, előre meg vannak határozva a nyilászárók, a konyhabútonnak már előre berakjuk a tartószerkezetet, mi mindenben előkészülünk, ezek már nem az építkezésnek a második felére maradnak, hanem már előre dolgozunk ezzel, és amint a házat mi legyártjuk, kivisszük a helyszínre, ott azt egy nap alatt felállítjuk, már aznap érkezik a födémszerkezet, és szerencsében akár a tetőszerkezet is megérkezhet, mert rácsos tartót használunk, szeglemezes tartót mi gyártjuk a saját műhelyszinten, és akár egy nap alatt a tetőszerkezet is rá tudjuk rakni. Nekünk nincsenek technológiai száradási időnk, ugye szárazépítés az egész, és szerkezetkész állapotot tudjuk hozni a házat az alap elkészülte után, akár két héten belül. De hogyha mondjuk, ha téglából szeretné valaki felépíteni a házát, akkor odahoz jó néhány raklapot, raklap téglát, jó néhány kollégát, és akkor együtt fel tudják húzni. Ez még ennél is gyorsabb? Akkor ezek szerint vagy? Sokkal, sokkal gyorsabb. Sokkal. Említette, hogy 10%-kal nagyobb belterű házat lehet építeni. Ugye itt beltérről van, így van szó. Így van, hasznos alapterületről. És akkor miért is? Azért, mert a mi falaink a hőtechnikai elvárásoknak már 30-35 centivel megfelelnek, míg a téglaháznál ez egy 55 centit jelent. Egy 40 centis téglafal, egy 15 centis hőszigetelés kap, akkor jön 55 centi. Na most én ezt ugye eleve már belül megnyerem ezt a 10-15 centit, és ennyivel nagyobb lesz a hasznos alapterület. Ha jól tudom, akkor szigorodni fognak ezek a hőtechnikai elvárások jövőre, a közeljövőben. 2021-től fog az energetikai törvény újra változni, és 2021-től a mi házaink már most is alkalmasak erre az energetikai megújulásra. Sok változás lesz benne, amit ugye mindenképpen megújuló energiával kell lesz majd kompenzálni, és a hőszigetelés is meg fog emelkedni. Hőszigetelés vastagsága. Ez önöknek mennyiben jelent nehézséget a későbbiekre nézve? Nekünk azért nem jelent ez nehézséget, mert most is sok A+-os házat építünk, ugye ez egy energetikai besorolás, az A+ az egyik legjobb besorolás, az a passzívtól már nincsen messze, a passzív háztól. És hogyha jól tudom, akkor máshogy történik a fűtése is ezeknek a házaknak, ugye? Történhet máshogy is a fűtése. Tehát nem úgy, hogy radiátor szerelek be?
szerelünk radiátoros fűtést is, szerelünk padlófűtést is. Most már a csarnokunk kibővült egy olyan szolgáltatás, a falaink kibővült egy olyan szolgáltatással, hogy már fűtött falakat szállítunk a helyszínre. Alapvetően beleszereljük előre a falfűtési csöveket, és ott már nekünk csak össze kell kötözgetni, és nekünk már fűtöttek a falaink, maga a fal szerkezet lesz már így fűtött. Aminek ugye nagyon nagy előnye az, hogy a helyet nem foglalom szintén a házban, és egy sugárzó fűtéssel nekem nagyon jó hatásfoka. És minden mellett akkor jól tartja a meleget is. Így van, így van. Rendben. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönjük, hogy itt lehetnem.